Sziasztok! Ebben a videóban a magyarság ősi hitvilágáról lesz szó. Ahogyan minden nép esetében, a magyar nép esetében is igaz, hogy a fejlődésnek egy adott pontján az ő életükben is a mitológikus világkép volt a jellemző, és ez határozta meg a mindennapjaikat. És a következő percekben arról fogunk beszélni nagyon röviden, nagyon vázatosan, természetesen a teljesség igénye nélkül, hogy mi jellemezte a magyarok ősi mitológiáját, mitológikus világképét, tehát milyen, milyen világban éltek az őseink. Erről a témáról beszélni sokkal nehezebb, mint ahogy elsőre tűnne. Ennek az egyik oka az, hogy nagyon-nagyon kevés írásos, ha úgy tetszik, a tudományos mércével mérve hiteles forrásunk van a magyarság őstörténetéről. Ennek az oka az, hogy az őseink nem készítettek írásos feljegyzéseket, tehát annak a nagy része, amit tudunk, az más forrásokból származik vagyis hát más népeknek a feljegyzéseire kell hagyatkoznunk. Nagyon sokféle nyelvű forrásokat kutattak a történészek, van ezek között türk nyelvű, arab, szír, perzsa és még egyéb más nyelven írott források, ahol próbáltak a nyomára bukkanni az őseinkről szóló hírforrásoknak. A másik nehézséget az jelenti, hogy miután a magyarok felvették a kereszténységet, nagyon módszeresen... Hogy úgy mondjam, üldözték is a pogány hitnek az elemeit. Tehát csak így kicsit így a keresztény ünnepekkel egyrészt összeolvaszva, másrészt pedig kicsit így fű alatt maradhattak fenn ezek, a, ezek az ősi történetek, az ősi hitnek a különböző elemei. De ezentúl, ezeken kívül még támaszkodhatunk különböző történeti munkákra, tehát ókori, illetve koraújkori történeti munkákra mint például Hérodotosz vagy Bíborban született Konstantinnak a szövegeire. És aztán természetesen ott vannak a későbbi korokban már Magyarországon írott latin nyelvű történeti munkák, ezek közül a legfontosabb a, a képes krónika, illetve Anonymus Gesta Hungaruruma. Tehát, mint mondtam, ezek az ősi uh, hitbéli, vagy ezek az ősi hitről tanúskodó elemek, ezek legnagyobb rész szájhagyomány útján maradtak fenn, az, ami fönnmaradt belőlük, ezért az egyik legfontosabb forrása a magyarok ősi hitvilágának a kutatásához az a folklór. Ugye a folklór alatt, úgy, hát nagyon egyszerűen akkor megfogalmaznak a népművészetet. Értjük, tehát a folklór körébe tartozik mindaz, ami, mindaz a szájhagyomány útján, fönmaradt a szájhagyomány útján fönnmaradt dalok, mondák, mesék, a folklór körébe tartoznak a különböző népszokások, a különböző táncok, tehát ez mind-mind a folklór körébe tartozik, és nagyon fontos forrásaként szolgálnak az őseink hitvilágának kutatásához. És ezek között a szállhagyomány útján meg a fennmaradt források között, vagy nyomok között vannak olyanok, amiket nap mint nap használunk szavak, szólásmondások, frazeológiai egységek, például az a mondat, hogy egye meg a fene, vagy a fene egye meg, vagy a fene vigye el, ugye a fene az is egy az ősi pogánykorból fönnmaradt szavunk, a fene az egy ártó szellemet, tulajdonképpen egyfajta ilyen betegséget okozó démont, vagy ártó szellemet jelent. De például az én nagymamám, aki egy egyszerű parasztasszony volt Eger mellett, andonnak táján, ő, hogyha valami felhúzta magát, akkor mindig úgy káromkodott, hogy az íz egy És nekem ez gyerekfejjel fura volt, mert hát ugye az íz, maga az evés, az úgy összefügg, de nem nagyon értettem, hogy <coughs> hogyan ehet meg az íz valamit, hiszen az ételnek van íze, és mi szoktuk megenni az íz. Na mindegy, ez nem állt össze a fejemben, de aztán később, mikor ennek utána olvastam, akkor azt találtam, hogy bizony az íz is egy nagyon régi pogánykorból megmaradt szavunk ami egyfelől megint csak egy betegséget okozó démon, betegséget okozó szellemet jelent, de a finnugor népeknél használják lélek jelentésben is, és ebben a formában is, továbbért a magyar nyelvben is, hiszen például abban a kifejezésben, hogy ízig, vérig, az íz, az a lelket jelenti, a vér pedig a testet. Tehát ilyen nagyon-nagyon érdekes formákban maradt fönn néhány dolog őseink hitével kapcsolatban, de ettől függetlenül igaz, hogy nagyon kevés írásos, hiteles történeti munkánk van, ami azért is probléma, mert nagyon sokféleképpen értelmezik nagyon sokan azt, a, azt ami fönnmaradt az őseink hitéről, és ez sokszor sajnos mindenféle politikai színezetet is kap, tehát elég nagy viták zajlanak ezzel kapcsolatban. Na, tehát ennyit a forrásokról, és mielőtt... Bázatosan átvennénk, hogy mi jellemezte ezt az ősmagyar vallást, ha úgy tetszik, vagy ősmagyar hitvilágot. Azt is fontos tisztázni, hogy nagyon sok hatás érte a magyarságot a történelme során, és ezek a hatások a hitvilágon, a nyelven, a szokásokon nagyon sok mindenen rajta hagyták a nyomukat. És a magyarság története és vándorlásai során nagyon sok különböző nép be is olvadt a magyarságba, vagy csak tényleg a teljesség igénye nélkül egy-két valaha önálló népként élt, de ma már a magyarságba olvadt népcsoport, mint például az avarok, a kunok, a besenyők, a székelyek, a jászok, és még több más ilyen népet is fel lehetne itt sorolni. Hogyha magát az ősmagyar vallást nézzük, akkor az leginkább a belső Ázsiában létező különböző nomád Népeknek a hitvilágát, szokásrendjét tükrözi leginkább. Tehát ahhoz áll a legközelebb, ezek tulajdonképpen ilyen természetmágián alapuló vallások, és a magyarok ősi hite is valamiféle alapvetően természetmágián alapuló hit lehetett. Érdekesség, hogy az ősmagyarok egy csoportja már a honfoglalás előtt fölvette a kereszténységet a Fekete-tenger. Környékén. Voltak olyan őseink, akik a kereszténységnek a keleti változatát, már egészen korán fölvették, tehát megkeresztelkedtek. De azért a honfoglalás idején a kárpát érkező népcsoport az alapvetően pogány volt. És mondom, én nagyon sok mindent magába ötvözött a korábbi évszázadok történetéből. És olyan nagyon régi ősiráni, úgynevezett ősiráni vallások is hatottak a magyarság hitvilágára, amiket ma már azt gondolnánk, hogy ez nagyon távol állnak a magyarságtól a különböző iráni népek, de ennek ellenére, hogyha az ősi hit elemeit nézzük, akkor ezeknek a nyoma megtalálható az ősmagyar vallásban, mint például a Mitrász kultusz, vagy a Zoroastri Zoroastrizmus. Ezekben most nem megyünk bele részletesen, ezek ilyen nagyon egzotikus szaknak hangzanak, de ezek nagyon nagy kulturális örökséget jelentő vallások, amiknek a nyomai megtalálhatók a magyarok Ősvallásában is. Tehát ennyit a magyarságot, magyarság hitvilágát ért különböző hatásokról. És akkor egy picit most már nézzük konkrétabban azt, hogy milyen világkép jellemezte ezt az ősi hitvilágot, tényleg nagyon leegyszerűsítve. Összességében azt lehet mondani, hogy egy háromosztatú világban, egy háromszintű világszerkezetben hittek, vagy ez a, egy háromszintű világszerkezet jellemzi ezt a Vallást, vagy ezt a hitvilágot. Ugye a legfelsőbb szint a felső világ, a szellemvilág, a jó szellemeknek a világa, a középső világ, az, az, át, az a minket körülvevő általunk ismert fizikai világ, amiben élünk, amiben a természet létezői és az emberek élnek. Bár vannak a szellemvilágnak, meg a, hogy mondjam, a természet fölötti létezőknek is olyan, olyan Fajtái, akik mozognak az emberek világában is. De alapvetően ez a középső világ az, amiben mi emberek élünk, és van az alsó világ, az alvilág, ahol a különböző rossz szellemek élnek. Tehát végtelenül leegyszerűsítve, nagyjából így nézett ki az ősmagyaroknak a hitvilága. Nagyon fontos figura ebben a kultúrában, ebben a vallásban a sámán, vagy tátos, erről megosztanak a vélemények, hogy ezek szinonimái egymásnak, vagy nem teljesen ugyanazt jelentik, vagy hogy a tátos, az tulajdonképpen kifejezetten a, a magyar kultúrkörben létező sámán, szóval erről megosztanak a vélemények, de az enyém, hogy ez egy sámánisztikus hit volt, ami azt jelenti, hogy voltak olyan kiválasztott személyek, akik egy, egy különleges tudatállapotban, egyfajta révületben kommunikálni tudtak a szellemvilággal, akik tudtak közvetíteni a három világszint között, tehát a felső világgal és az alsó világgal is tudtak kommunikálni. Ez nagyon fontos, hogy a, hogy a sámánságot azt nem lehetett kitanulni. Sámánnak született valaki, és általában mindenféle csodás előjelek jelezték a sámánoknak a születését, például foggal születtek, vagy hatújjal születtek, vagy, vagy Úgymond aranyhajjal születtek, tehát mindenféle csodás előjelek kísérték a sámánok születését, és mondom, a sámánok nagyon, nagyon fontos figurái voltak ezeknek a társadalmaknak. Amellett, hogy közvetítettek a szellemvilág és az emberek között, más, nagyon sok minden mást is csináltak, így például jövendölést végeztek, tehát jósoltak, jövendöltek akkor gyógyítottak is, és a régészeti leletek tanulsága alapján egészen meglepő sérüléseket, például koponya sérüléseket is jól tudtak gyógyítani ezek a sámánok. Ezen kívül mindenféle időjárás befolyásoló rítusokat végeztek, tehát esőt csináltak, vagy befolyásolták az időjárást úgy, ahogyan arra szükség volt. Tehát a sámánok nagyon fontos figurái ennek a, ennek a kultúrának. Nézzük, hogy mi jellemzi még ezt az ősmagyar hitvilágot. Itt most ilyen csúnya idegen szavakat fogok mondani, mint például a tengrizmus. A tengrizmus az tulajdonképpen egy vallás típus. A tengri az a, az a, főisten, egyfajta ilyen természetisten, és a belső ázsiai vallásokat szokták tengrista vallásoknak hívni, mert ezekben közös, és a magyarság ősítében is megjelenik ez a gondolat, hogy van, van egy főisten, van a természetnek egy egy ura, aki teremtette a világot, és aki a legnagyobb erőt jelenti ebben a világban. Vagy ugyanígy jellemző még a magyarság ősi hitére a totemizmus. A totemizmus az azt jelenti, hogy, hogy vannak olyan állatok, olyan különös kultikus tisztelettel övezett állatok, amelyektől eredezteti magát egy adott nép. Nyilván ezt nem úgy kell érteni, hogy azt gondolták az emberek, hogy valakinek az apukája egy egy turulmadár volt, hanem nyilván ez szimbolikus eredeztetés, tehát a saját népüknek a jellemzőit ebben az adott állatban találják meg. Ugye a magyarság számára ilyen totemállata a turulmadár. Aztán jellemző meg erre az ősi hitvilágra az animizmus. Az anima az egy Latin szó azt jelenti, hogy lélek, egyébként ugyanez a szó van benne az animációban és az anime szóban is. Tehát az animus az lelket jelent, és az animizmus pedig egy olyan hitrendszert jelent, ami azt gondolja, hogy a természet minden létezőjének lelke van. Tehát nem csak az embernek van lelke, hanem, hanem a, az állatoknak, sőt, a, a növényeknek, sőt akár a köveknek is. Tehát, hogy, hogy a, a természetben minden, minden lélekkel bír tulajdonképpen ebben az értelemben a természetben nincsenek élettelen tárgyak. Ami persze első ránézésre a mai modern nagyunkkal egy butaságnak tűnik, de ha belegondolunk, hogyha mindennel úgy bennánk a természetben, mint aminek lelke van, akkor lehet, hogy picit jobban vigyáznánk a természetre, és lehet, hogy ma is jól jönne nekünk egy kis animizmus, zárójelbe zárva. És a és a mágia jellemzi még ezt a hitet, még például a természetmágia, tehát az, hogy különböző rituálékon, cselekvéseken, ráolvasásokon, és majd látni fogjuk, hogy áldozatokon keresztül próbálják a maguk oldalára fordítani a szellemvilágot, és befolyásolni az őket körülvevő fizikai világot. Nagyon fontos, hogy ugye ma már nagyon másféleképpen gondolkodunk a vallásról, hiszen azért a többségünk egy keresztény értékrendben nőtt fel, és ez nagyon más logikájú a kereszténység, mint ezek az ősi, ősi hitvilágok, vagy ezek az vallások. Így például nem voltak ebben az ősi vallásban a mai értelemben vett erkölcsi parancsok, vagy törvények. Ebből adódóan a mai értelemben nem voltak bűnök sem, ahogyan mi értjük őket. Nyilván ott is voltak jó cselekedetek meg rossz cselekedetek, de ezek nem valami abszolút módon megírt törvényszerűségnek a, a következményei voltak, hanem tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni, hogy ahogy a minden mitológikus világban, a magyarok ősi hitvilágában is a az emberek világa és az emberen túli szellemi világ az egy nagyon sajátos egységben élt együtt. Tehát teljesen, teljesen egymás, teljesen természetes volt a régiek számára, hogy, hogy a szellemek körülvesznek minket, hogy az Istenek itt vannak közöttünk, és befolyásolják az életünket, és tulajdonképpen a fő törekvés itt az volt, hogy harmóniában legyen ez a világ, tehát hogy megmaradjon ebben a világban a harmónia, és hogyha valami megborítja ezt a harmóniát, akkor pedig Minél előbb sikerüljön ezt visszabillenteni. Tehát, ha úgy tetszik, ez volt ennek az ősi hitvilágnak az erkölcs tana. Aztán voltak különböző kultikus helyek, ugye ezt ma már régészeti kutatásokból, meg helységnevekből lehet tudni, hogy voltak különböző kultikus helyek. Tehát, például, ha a mai napig úgy hívnak egy helyet, hogy áldozókő, az nagyon úgy tűnik, hogy az arra utal, hogy ez egy ilyen kultikus hely volt, ahol valóban áldozatokat mutattak be. Tehát voltak kitüntetett szent kultikus helyek, de mai értelemben vett templomai nem voltak az őseinknek. És úgy általában a vallás gyakorlásnak a módja a mágia volt, mint mondtam, az, hogy különböző rituálékon, áldozatokon, különböző szavak elmondásán és különböző tetteken keresztül próbálták a, a harmóniát fenntartani a, a szellemvilággal akkor jellemezte még ezt a, a, hitvilágot egyfajta ciklikus szemlélet, tehát nem egy ilyen lineáris időben hittek, mint például a kereszténység, ami a világ teremtésétől a végíti életig tartó lineáris időben gondolkodik, hanem egy ciklikus időszemlélet jellemezte az, az ősi hitvilágot, tehát abban hittek, hogy élet és halál körforgása az újra és újra megtörténik, ebből adódóan a lélekvándorlás gondolata is megjelenik ebben a vallásban, tehát az, hogy az őseink szelleme, az őseink lelke az továbbra is köztünk ér, tehát a mindig újra születők között, vagy a, a mindig a születőkben újra születnek az ősök is valamilyen módon, és ez, össze, ez, is össze, na, ez azzal is összefügg, hogy nagyon erős az ősöknek a tiszteletet, tehát ez egy nagyon fontos momentum a magyarok ősvallásában. És érdemes még egy pár szót beszélni a regősökről és a regelésről. A regősök, a regős az, eredeti, az, az énekmondót jelent. Pontosabban, hogyha jól értem, akkor eredetileg a sámán volt az, aki regős volt, de később ennek a jelentése a középkorban már énekmondó jelentésben használták a regőst, aki különböző ritmikus szájhagyomány útján hagyományozódó, vagy fennmaradó énekekben őrizte meg ezt az ősi hitvilágot, és ilyen nagyon régről fönnmaradt fordulat, ez a hajregő rejtem, ugye több ilyen regősének is van, amiben ez fönnmaradt, és ez a hajregő rejtem, ez valószínűleg eredetileg egy ilyen sámánok által elmondott varázsgé szerűség lehetett, és aztán ezek a, ez, a, ez a regölés, meg a regősök ilyen nagyon érdekes módon össze mosódott a kereszténységgel. Egyébként az egészen sajátos, hogy a magyarság hitvilága az, az uh, milyen jól összetudott mosódni a kereszténységgel. Majd mindjárt nézzünk erre konkrét példákat. És akkor nézzünk néhány olyan központi figurát, akik azért használom itt a szimbólumok kifejezést, mert ezek már mind-mind jelképekké váltak az elmúlt évszázadok alatt. Ugye ezt a háromszintű világot kifejező nagyon erős szimbólum az életfa ami egyébként a magyaron kívül nagyon sok vallás vagy a magyar nép ősítén kívül nagyon sok kultúrában megjelenik az életfa ami ugye összefogja ezt a három világszférát hiszen a, a gyökere jelképezi az alvilágot a törzse az, az, a, az a, a, a földi világot és a lomkorón ranája pedig egészen az égigérő ugye égig fának is szokták ezt hívni ugyanilyen nagyon erős Szimbóluma már említett turulmadár, ami a magyarságnak a totemállata, vagy a csodaszarvas, ami ugye a, a magyarság történetében egy nagyon fontos ö, lény, hiszen ő az, aki hunot és magot elviszi ö, a magyarságnak a majdani lakhelyére. Nagyon érdekes a boldogasszony. Ö, nagyon úgy tűnik, hogy a magyarok ősi hitrendszerében volt ö, Isten anya, tehát volt női principium is volt ugye a főisten, de volt, volt női istenség is a boldogasszony, ez egyfajta természetanya, tehát egy ilyen teremtő, anyaszerű istennő, ami aztán nagyon jól össze tudott olvadni a kereszténység Mária kultuszával. Vagy nagyon érdekes figura a bába, ami ugye a vasorú bába kifejezésünkben van például. Meg a bába az eredetileg egy szép fiatal tündér volt, aki aztán csúnya gonosz Tündér Ugye nem nehéz ebben például, ha majd Vörös Mártól olvassátok a Csongor és Tündét, például Mirégy is egy ilyen bába-szerű lény, vagy a Fene, amiről már beszéltünk, hogy ez a gonoszáltó szellem, vagy a Bubus, vagy Mumus, ami, szint, ami, ami barlangokban lakik, és az a fő, fő tevékenysége, hogy ezt, yes vagy a Griff is megjelenik az ősi hagyományokban. Erről is megosztanak a vélemények, hogy a, hogy a griff az tulajdonképpen a turulnak egy másfajta megjelenése, vagy nem. De a griffmadárral is találkozni ezekben a régi, régi népmességben, régi regölésekben. Vagy a guta, ugye ez is egy hétköznapi kifejezésünk, hogy megütötte a guta. Ez is egy ártószellemnek az elnevezése. Nagyon érdekes, még a garabon, nagyon érdekesek a garabonciások, akik ellentétben a tártosokkal tanulják a mágiát, tehát tulajdonképpen a garabonciások ilyen, ilyen mágus tanoncok, akik, akik varázsolni tudnak. És természetesen ott vannak a, a magyaroknak a mitikus ősatyái, Hunor és Magor, és ott van Emese, aki az ügyek nevű ö, törzsfőnek volt a felesége, és ugye Emese álma az valamiféleképpen a magyarságnak az eredet mitosza. Ugye Emese álma az arról szólt, hogy, hogy álmában meglátogatta egy turulmadár, és kvázi teherbejtette, vagy, vagy egy olyan álmot öm, bocsátott rá. Azt mondta, hogy, a, hogy az ő méhéből majd hatalmas folyók kelnek, és hogy nagynevű fiai lesznek, akik viszont nem a születésük helyén fognak sokasodni. Tehát tulajdonképpen Emese álma az megjósolta a magyarság vándorlását és a későbbi honfoglalást legalábbis, ez szerint a magyar mitológia szerint, és természetesen Emese e, már terhes volt, amikor az álmát látta a fiú gyermekével, akit ezután a csodás álomlátás után álmosnak neveztek el, legalábbis anonimus erről így ír a krónikájában, és álmos lesz majd minden magyaroknak tulajdonképpen e, az ő satja, az Árpádháznak az ő satja, és így a magyar népnek is az őse. Itt lent még láthattok néhány megjelenését ezeknek a szimbólumoknak, itt egy nagyon híres és nagyon szép régészeti lelet, egy szkíta aranyszarvas, akkor a mindannyiunk által nagyon jól ismert tatabányai turulmadár, illetve egy nagyon szép életfa ábrázolás, ez egy, ez egy nemes kép. Tehát nagyon-nagyon végighadarva és nagyon-nagyon vázatosan, ez lett volna a magyarok ősi hitvilága. Sziasztok!